Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csele János Karának közössége nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Az élet legnagyobb titka és ajándéka, ha két egyféle ember találkozik. Így köszöntötte dr. Cseh Sándor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának dékánja a végzős hallgatókat pénteken. A Bartók Béla megyei művelődési központban ezen a napon 254 hallgató vehette át diplomáját a kartanácsától. Köztük szociál- és gyógypedagógiai szakosok, rekreációszervezők, tanítók és egészségfejlesztők. Az ünnepség elsőként fogadalomtételekkel indult, itt a szakok képviselői társaik nevében tették le esküjüket a Pélumnál. Az apácaisok arra esküdtek fel, hogy munkájukat a legnagyobb lelkiismerettséggel, hivatásukhoz méltón fogják gyakorolni a jövőben. Én esküszöm, hogy az Apáczai Csere János Karon megszerzett ismeretek birtokában munkámat a legnagyobb lelkiismeretességgel gyakorolom. Majd következhetett a diploma átadás. Az első ünnepségen 116 végzett tanuló búcsúzott oklevéllel vagy igazolással az alma mátertől. A hagyományokhoz szíven az apácai emlékérem ezüst fokozatát is átadták az erre érdemeseknek. Idén Buda Szilvia, Vacfajné Horváth Éva és Borsodi Erika Martina kapta a kitüntetést.